A következő két évben tovább gyorsítja a kormány a 2010-ben elkezdett országépítő munkát, ezt mondta Orbán Viktor az évindító sajtótájékoztatón. A miniszterelnök 2,5 órán keresztül válaszolt a hazai és külföldi újságírók kérdéseire. Folytatódnak a béremelések, a magyar gazdaság egyre közelebb zárkózik az uniós átlaghoz. Ha minden jól alakul, akkor jövőre már a 3 gyerekes édesanyák is adómentességet kaphatnak. Eközben pedig átalakítják az egészségügyet. A legsürgősebb feladatok közé kerül például a kórtermek, valamint a kórházi várók felújítása. Szinte teljesen megújult a balassagyarmati kórház a közelmúltban. A fejlesztések a betegek komfortérzetét is növelik, állítja az intézmény orvosigazgatója. Természetesen egyrészt gyógyítani csak akkor tudunk, hogyha megfelelő körülmények rendelkezésre állnak. Ezek a körülmények egyrészt nyilván az infrastruktúrális körülményeket jelentik, magyarán, hogy normális jó épületben nem lerobbant viszonyok között tudjunk gyógyítani. A másik része meg természetesen az, hogy legyen meg a megfelelő szakápolói, illetve szakdolgozói háttér is ahhoz, hogy gyógyíthassunk. A kormány is ezt szeretné elérni minden egészségügyi intézményben. Az elmúlt években több 100 milliárd forintot fordítottak már a vidéki és fővárosi szakrendelők és kórházak korszerűsítésére, és a fejlesztési program idén is folytatódik. A kórházi várók, a kórtermek és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek. A miniszterelnök azt mondta, elérkezett az a pillanat, amikor azokat a helyiségeket is fel kell újítani, ahol a betegek leginkább megfordulnak. Ez minden más fejlesztés megelőz az idén. A kormányfő ugyanakkor azt is bejelentette, azzal bízta meg a szakminisztert, hogy vessen véget a kórházak adósság felhalmozásának. 2020-ban egyetlen kórház sem halmozhat föl semmilyen adósságot, és a miniszternek fölkínáltuk azt a lehetőséget, hogy a kórházak gazdálkodásának ellenőrzésére és irányítására szükséges eszközökre, ha azok hiányoznának az ő kezéből, akkor tegyen javaslatot. És mi azt meg fogjuk a számára adni, tehát minden eszközt megkap, hogy a kórházi adósságokat felszámolhassa, és ennek meg is kell történnie. Orbán Viktor arról is beszélt, annak érdekében, hogy megállítsák a kórházi szakdolgozók, nővérek elvándorlását, folytatják a béremeléseket, amelyek mértéke összességében meghaladja majd a 70%-ot. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a korábban elterjedt július 1-i határidő helyett már február 1-től ingyenesek lesznek a meddőség kezelésben használt gyógyszerek. A béremeléseket, mint ahogy a fejlesztéseket és a családtámogatásokat a gazdasági jó teljesítménye teszi lehetővé. Ez utóbbival kapcsolatban a kormányfő bejelentette, hogy lesz új családvédelmi akcióterv, és szeretné, ha ebben a személyi jövedelemadó mentességet kiterjesztenék. Én nagy harcban vagyok a pénzügyminiszterrel, ez egy szakmai küzdelem, nem személyes küzdelem, mert én szeretném, hogyha a következő évben azt, amit a 4 gyermekes anyákra bevezettünk, azt a 3 gyermekesekre ki tudnánk terjeszteni. Lesz újabb gazdaságvédelmi akcióterv is, hangsúlyozta a miniszterelnök, mert csak így garantálható, hogy megmarad a magyar gazdaság lendülete. Ebből a szempontból 2020 egy meghatározó év lesz. Kiderül, hogy a magyar gazdasági növekedési modell úgy is működik-e, hogy az eurózóna gazdasága visszaesik. A Híradónak nyilatkozó szakértő derülátó. Tavaly évben is úgy sikerült Magyarországon egy 5% körüli gazdasági növekedést elérni, hogy eközben legfontosabb külkereskedelmi partner Németország gyakorlatilag stagnált, nagyon minimális növekedést ért el. Abban, hogy az idei évben is egy érdemi, ha nem is 5%-os növekedés megvalósuljon, nagyon nagy szerepe lesz a beruházásoknak, akár a magasabb hozzáadott értékű beruházásoknak is, hiszen ami eddig beruházás volt, abból az idén vagy jövőre termelés lesz. A kormány célja, hogy a magyar GDP a következő években legalább 2 százalékponttal haladja meg az Európai Unió átlagos növekedését.